Szoboszlai Dominik és Zahár Gábor szerint durva hibát követett el az orvosi stáb a vasárnapi Skócia-Magyarország Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzésen. A találkozón horror sérülést szenvedő Varga Barnabáshoz ugyanis hosszú ideig nem akart megérkezni a segítség. A magyar válogatott végül a 100. percben szerzett góllal megnyerte az utolsó csoportmeccsét, ezzel pedig életben tartotta a csapat a továbbjutási esélyeit. Egy pillanatra talán mindenki szíve megállt. Varga Barnabás a skótok kapusával ütközött, aki ha nem is szándékosan, de gyakorlatilag kiütötte. A Ferencváros csatára pedig hosszú percekig mozdulatlanul feküdt a füvön. Mindenki nagyon aggódott az állapota miatt, és amiatt is izgult, hogy az orvosok mondhatni kicsit későn érkeztek. De persze valószínűleg nem vették észre, hogy ez egy veszélyes helyzet. Erre a mérkőzés elején senki nem számított. A magyar szurkolók ismét kitettek magukért, újfent ezrek kísérték el a csapatot Stuttgartba. Hazánk fiai győzelmi kényszerrel léptek pályára, és ennek megfelelően jobban is kezdték a találkozót, de nem született gól az első fél időben. Mindent beleadtunk, nagyon kemény meccs volt. Erős ellenféllel szemben egy szoros összecsapást vívtunk. Fél óra után lehetett látni, hogy az első gól fog dönteni. Erre azonban sokáig várni kellett. A második fél időben több ponton is változtatott Marco Rossi szövetségi kapitány. Varga Barnabás sérülése miatt 10 percet hosszabbított a játékvezető. Ez aztán nekünk jött jól, az utolsó pillanatban Csobot Kevin találatával 1-0-ra győzött Magyarország. Ez elmondhatatlan élmény volt, azt hiszem egy életre szóló is. A 100. percben, amikor megszületett a magyar gól, akkor a stadion egyszerűen felrobbant, mindenki sikítozott, kiabált, nagyon-nagyon nagy volt a boldogság, de az egész meccs alatt egyébként kb. Ugyanannyi skót és magyar szurkoló volt, de azért mi magyarok jobban szurkoltunk. És akkor vissza a Ferencváros támadójához. Szoboszlai Dominikék hiába jelezték rögtön, hogy nagy a baj, az orvosi személyzet nem állt a helyzet magaslatán. Van egy úgynevezett PIT doktor, ugye, aki ott ül a játékos kiáró mellett, aki onnan belátja gyakorlatilag az egész pályát. Van két hordágyas csapat, ezek általában nagyjából ott a 16-os magasságában helyezkednek el oldalt, 3 vagy 4 emberből áll mindegyik, és gyakorlatilag minden egyes hordácsapatnál egy komplett rohamkocsi felszerelése van. Ugye a protokoll, amit alapvetően ugye Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy ilyenkor át kell legni a protokollok, nem, a protokollok azok pontosan rendelkeznek arról, hogy mit is kellett volna csinálni, és én úgy gondolom, és nagyon csodálkoztam, és itt feleségemnek mondtam is, hát, hogy ez nem feltétlenül EU-konform szavakkal. Ilyet hibázni azért ez elég jó. Az orvosi stáb érkezéséig a csapattársak próbáltak megsegíteni. Egy arckoponyás sérülés az, ami nem olyan veszélyes, mint egy agysérülés vagy koponyasérülés, az ugyanolyan ijesztő tud lenni, mert a eszméletvesztés az ugyanúgy bekövetkezik, mint hogyha mondjuk egy súlyosabb agysérülés lenne, és ahogy a leírásokat láttam, vagy olvastam, vér jelent meg a sportoló szájából eszméletlenül, és ez egy nagyon ijesztő állapot mindig, mert akkor nem csak, hogy súlyos koponya alapi törésre is gondolni kell, és avval párhuzamos agysérülésre. Tehát ott valóban az első pillanatokban nem lehet tudni, hogy milyen súlyosak a sérülések. Lovrencsics Gergő 2017-ben szintén sokkoló balesetet szenvedett. A Vasas elleni kupadöntőn a Ferencváros játékosa egy ütközést követően elájult, és percekig eszméletlenül feküdt a gyepen. Nagyon nem jó érzés volt nézni, megmondom őszintén. Tehát tényleg szorítok neki innen, és mielőbbi felépülés kívánok neki, mert tényleg hát ez valami borzalmas volt. És egyből be is ugrott ugye az én esetem. Akkor ugye az volt az első kép, hogy a mentőautóban nyitom ki a szemem, és 6 fej hajó fölém, és kérdezik, hogy hogy vagyok. Tehát akkor az volt az első képem. Most már émlik, meg tudom is, hogy mi történt. Varga Barnabást időközben hétfő délelőtt meg is műtötték. Több arc csontja is eltört, de nem szenvedett súlyos agysérülést. Nem ismerem a protokollt, de ha az orvosaink azt mondják, hogy azonnali segítség kell, akkor nem hiszem, hogy sétálniuk kellene. Ez nem az én döntésem, de szerintem valamit változtatnunk kell. Ha valaki a földön van és látja, hogy nagy a baj, akkor csak menjen be. Minden másodperc számíthat. Szerencsére most nem történt tragédia. A magyar válogatott sorsa pedig jelenleg a többi csapat kezében van.
Az viszont biztos, hogy amennyiben tovább jutnak, Varga Barnabás nélkül kell pályára lépniük.